Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Sky Factory Lite-ban. Nézzük meg, hogy mit csináltunk a legutóbbi felvétel óta. Mint azt látjátok, egy kicsit kiegészítettük a Wither Farmot. Ezek itt autoplacerök, amik jönnek Ender Chestekből. És ha ezt így megnyomjuk, akkor láthatjátok, hogy az jelet kapott, és összeállítottunk egy Wither-t. És ezeket a Wither-öket odalent a Draconic Evolution-nek a grindere azonnal megöli. Úgyhogy amint az a Wither elpusztult, nagyjából azonnal jön is a következő Wither. Csináltam egy jó kis hátsó kertet, hogy mindenki tudjon a maga növényeivel foglalkozni, illetve itt Taki háza mögött ezt a kertet, ezt megcsináltam, hogy botániával tudjunk foglalkozni. Ezt fogjátok nem sokára látni. Viszont láthatjátok, hogy a farm nagyon jól működik, ugyanis már 7315 csillagot tudtunk szerezni, úgyhogy egy darabig nem lesz szükségünk arra, hogy a Wither-öket spawnoljuk. Ugyanazok a Wither-ök adnak minden megölésre 2 Supremium Essence-t, úgyhogy mostantól ezt se kell craftolnunk. Egy kicsit kiegészítettem a storage részt, láthatjátok, hogy ezekben vannak a különböző színezékeink. Itt ezek a storage-ok, amikor kékek, akkor ugye üresek nagyjából, a piros az tele van, a sárga pedig van is benne, és még hely is van benne. Úgyhogy most nagyon jól állunk, mégpedig azért, mert sikerült ide, erre a részre, ilyen quantum storage unitokat tennem, amik gyakorlatilag a 2 milliárd itemet tudnak tárolni, úgyhogy addig még van egy kevés idő, amíg ezek megtelnek. Úgyhogy ezeket sem a rendszerben tároljuk, hanem itt, és a rendszerre egy ilyen external storage busszal van rákötve, valamint ezekből tudunk kiexportálni Ender Chestekbe dolgokat. Ugye ez például a húst exportálja, amivel tudjuk a spawnereket ellátni megfelelő élő anyaggal. Láthatjátok, ez itt az eredeti fánk, jó, nyilván nem az eredeti, csak az eredeti helyén van, és ez a fa mostantól védettnek van nyilvánítva, ugyanis nincs szükségünk arra, hogy további fákat ültessünk, vagy romboljunk, mert mindent meg tudunk oldani most már azokból a növényekből, amiket ott leszed automatikusan nekünk a farm. Illetve láthatjátok, hogy egy kicsit rendet raktam itt a főtéren, még azért lehet, hogy lesz némi doboz átpakolás. Én azt mondom, hogy kezdjük el a botánia modot. Így, most már jó a könyvünk is. Először is kell nekünk egy... egy ilyen. Persze még petálunk nincsen semmilyen. A petálokat úgy lehet, hogy van egy ilyen dolog, hogy valamilyen fertilizer, így van, floral, jó, rengeteg színezékünk van, és amint látjátok, ez ilyen fura virágokat fog ide nekünk generálni, és erre meg is kaptuk az achievementet, így mi. És megcsináltuk az első kellékünket a botániához. Ez arra való, hogy különböző itemeket lehet belepakolni, illetve vizet, és ezt most meg is csináljuk. Miért nem tudok erre konduitot tenni? Így viszont működik. Szóval a lényeg az, hogy ebből mindenféle virágokat kell nekünk majd készítenünk. Na most már megkaptam az achievementet is. És a legelső virág, amit meg kell csinálnunk, az a Pure Daisy lesz. Igen. A Pure Daisy-t úgy lehet megcsinálni,
kell living wood majd belőle, így van, hogy fehér virágot, fehér virágszirmat kell beletenni. Fehér virágszirmunk egyelőre nincsen, úgyhogy kénytelenek vagyunk ezt még itt sokáig csinálni. Végre fehéret találtunk. Szóval bone meal kell nekünk jelenleg. Elültetjük ezt a növényt, és megnövesztjük. És van nekünk egy dark shears, amivel le tudjuk szedni. És akkor lett belőle nekünk ilyen. Így. És egy szeknyi fehérünk már van. Ebből a pure daisyből kell nekünk csinálnunk néhányat. Ehhez szükségünk van magokra is. Annyit kell csinálnunk, hogy ebből 1, 2, 3, 4-et beleteszünk. És egy adag magot is beleteszünk. Valamint újra megtöltjük vízzel. Így, és már csak 4 maradt nálunk. Lett 4 darab pure daisy-nk. Fel fogjuk arra használni egyrészt egy adag követ, másrészt egy adag fát fogunk ide letenni. Aztán ezt később automatizálni fogjuk, ezt a folyamatot. Ezt már láthattátok a másik Let's Play sorozatomban is, hogy ugyanezt csináltuk. Túlmentem a rajta. Így. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ígyni. És most megvárjuk, hogy ez a Pure Daisy szépen átkonvertálja nekünk ezeket a köveket, illetve fákat. Ígyni, átkonvertálta nekünk az egészet, úgyhogy most ezt szépen V-minerrel összeszedjük, van egy csomó living woodunk és living stone-unk, de ezt nem ide akartam tenni persze. Csinálunk még egy adagot, mert ebből sosem lesz elég. Főleg az elején kell nagyon sok belőle. Hopp. Kell csinálnunk egy mana spreadert, illetve kell csinálnunk egy mana poolt. Ez a mod manát fog használni, és a mana generálásra használjuk ezeket a dolgokat. Ezek szerint a Daybloom az kikerült a modpackből. Nem tudom, hogy akkor ezt hogy kellene megcsinálnunk, hogyha nincs még manánk. Ó, ez egyszerűbb lett. Tehát akkor szürke, a világos szürke, piros, barna, barna. Megcsináltuk az első generáló növényünket, és a másodikat is, ami természetesen ugyanez a növény. Ezeket úgy kell használni, hogy lerakjuk őket mondjuk ide,
Ez így nem lesz jó. Ezeket úgy kell használni, hogy lerakjuk őket ide. Megfogjuk ezt a wandot, és hozzá kötjük őket, illetve őt hozzá kell kötni. Ehhez. Ígyni. És akkor amit ezek generálnak, az bekerül oda. Most ezek önmagukban nem generálnak semmit. De hogyha fogok mondjuk egy adag blaze lampet. Akkor ezek már generáltak valamennyi manát nekünk. Remélem. Aha. Aha, és ott van a manánk. Mint azt látjátok, csináltam autoplacer-öket. Ezek arra lesznek jók, hogy... Hopp. Ezt nem így akartam. Na nem baj. Ezekkel fogjuk automatizálni a különböző tárgyaknak az idetételét. Hopp. Ezt ültessük vissza gyorsan. Ígyni. És ezt is tegyük ide-vissza. Azt majd elforgatjuk mindjárt. Meg ezt is elforgatjuk mindjárt. Nem, ezeket nem tudjuk elforgatni sajnos. Ígyni. És kell egy adag konduit nekünk. És ezeket középen elvágjuk. Mindegyiket átállítjuk insertre. És a másik felét is. Ígyni. Ezt ide tesszük, ezt pedig ide tesszük, akkor azt látjuk, hogy gyönyörűen ide pakolja nekünk ezeket a itemeket. És ha jól sejtem, akkor ez a destruktor nevezetű dolog, ez whitelistelni tud nekünk, így van. Living Woodot és Living Rockot. És hogyha ezt bekábelezzük, akkor láthatjuk, hogy azt össze is szedte. És akkor nézzük meg, hogy tudtuk-e automatizálni ezt. Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Csináltam egy runikus oltárt, amivel meg tudjuk csinálni azokat a rúnákat, amit láthattunk. Ugye jelenleg nekünk a tűz rúnáját kellene megcsinálni. Így lehet mana powdert csinálni. Úgyhogy akkor adunk neki mana powdert is. Nem. Nem.
Mana powdert adunk neki, gunpowder is kellett, ha jól emlékszem. Tehát mana powder, gunpowder, mana steel. És egy nether brick. Így, és akkor mostantól gyűjtjük a manát. És ha összegyűlik elég mana, így van, itt a living stone, és elkészült 2 darab tűzrúnánk. Jó, tehát carpet. Mit hagytam ki? Ó, feather. Így mi. Mana spreadert ismét átirányítjuk ide. És megvárjuk, amíg lesz elég manánk. Így mi. Szépen beletesszük ebbe. Meg még egyet. Így, és kell egy mag. Ígyni. Kész van az étkező virágunk, aki rögtön megkapja az első kajáját. Így, és hogy mit exportálunk. Ezt úgy kéne beállítani, hogy csak akkor igazából, ha aktív vid signal, teszünk bele egy crafting upgrade-et és toast. Így van, látjuk szépen megy fölfele. Lehet, hogy egy stack upgrade-et is tehetünk bele. Így van. Így hamar kikerülnek a rendszerből a toastok. És azért, mert egy crafting upgrade van, ezért automatikusan le fogja nekünk craftolni azt a toastot, ami mindig ott kikerül. Ahhoz, hogy ez működjön is, ahhoz kell nekünk egy clock. Nem clock. Timer. Ez a timer kell nekünk. Így, és ezt beállítjuk mondjuk 1200-ra. És akkor ez percenként fog kidobni magából egyet nagyjából. Lehet, hogy az sok is lesz. Mindegy, ha ezt így hagyjuk, hogy hadd dolgozzon, akkor ez szépen fel fog gyűlni itt a mana. Reményeim szerint. Na nézzük. Mindjárt kidob magából egyet. Ott van bizony. Jó, most az, hogy 2 dobott, pláne, hogy többet, az nyilván a conduit miatt, de ezt mindjárt megoldjuk egy speed downgrade-del. Így, tehát így biztosan működik. És csináljunk egy speed downgrade. Így. Ezt betesszük ide. És igazából kész vagyunk az automatizálással. Úgyhogy most már lesz manánk. Úgyhogy a következő részben megláthatjátok, hogy mit fogunk ezzel a rengeteg manával csinálni. Hát ugye ez most még nem olyan nagyon sok, de a következő részre ez meg fog telni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a jövő héten a többiekkel is találkozunk. Sziasztok!